Üdvözöllek a Kérdezz-Felelek videósorozatban, ahol az olvasóim korábbi kérdéseire válaszolok. Andrástól kaptam egy levelet, hogy már sokat olvasott a vörös fény terápiáról, de érdekelne az én véleményem is. Ezért most egy ilyen rövid bemutatót fogok tartani erről a módszerről. Első lépésben akkor a fényterápiáról általánosságban és röviden. Ugye régóta léteznek különféle fényterápiás módszerek, az ókori egyiptomiaktól kezdve, akik még a napfény pozitív hatásait jegyezték fel. Aztán az elektromosság elterjedésével megjelentek a speciális fényterápiás eszközök is a 20. században, melyekkel bőrbetegségeket, a TBC-t vagy a csontritkulást tudták kezelni számos esetben. A vörös fényterápia felfedezésének vannak magyar vonatkozása is. Ez Mester Endre nevéhez fűződik, aki 1967-ben az első használható lézereszközök kifejlesztése után nem sokkal kezdett kísérletezni ezzel a módszerrel egereken. A vörös fény daganatos sejtekre gyakorolt hatásait vizsgálta, és inkább más területeken kapott meglepő eredményeket, például gyorsabb szőrnövekedést, sebgyógyulást a vörös fények segítségével. Innen eredhet a ma már elterjedt úgynevezett LLLT, azaz Low Level Laser Therapy módszer is. Manapság már széles körben alkalmazzák a különböző fényterápiás eszközöket, például a téli depresszió, cirkadián ritmus zavarok, bőrbetegségek, például pikkelysömör, akne, ekcéma kiegészítő kezelésére, aztán fájdalomcsillapításra, gyulladás csökkentésre, hajnövesztésre esetleg, vagy sebgyógyulás serkentésére. De mi is ez a vörös fényterápia? Ez a módszer a fénynek a vörös és a közeli infravörös frekvenciáit használja, körülbelül a 620 és 1400 nanométer közötti hullámhoz tartományt. A vörös fényterápiás eszközök speciális fénysugárzókkal fotokémiai változásokat indukálnak az arra fogékony a vörös fényeket elnyelő biomolekulákban. A vörös és a közeli infravörös az még inkább mélyre hatol a bőrben, így el tudja érni ezeket a biomolekulákat. És ezekből a biomolekulákból van bőven, ilyen például a sejtjeinkben lévő rendezett szerkezetű struktúrát víz, vagy angolul Easy Exclusion Zone Water, vagy hemoglobin is tud a vörös tartományban elnyelni, aztán az elektrontranszportlánc egyes fehérje komplexei a mitokondriumban, különösen a 4-es komplex, az a citokrom C-oxidáz. Továbbá a melanin is képes bizonyos vörös és infravörös fotonokat elnyelni. Összehasonlításképpen a látható fénytartomány körülbelül 380-700 nanométer közötti, a vörös fény 620 és 700 nanométer között, a közeli infravörösek pedig 700 és 1400 nanométer közötti tartományba soroljuk be. És a közeli infravöröset azt már nem látjuk a szemünkkel, tehát ez a látható fénytartományon kívül esik. Viszont így is vannak biológiai hatásai. Aztán a vörös fényterápiás módszereknek sokféle szinonimája, más elnevezése is van. Ezeket soroltam itt most fel. Tehát ha valaki ezekkel az elnevezésekkel találkozik, akkor nagy valószínűséggel a vörös fényterápiás eszközök nagy halmazával van dolga. Mire használják a vörös fényterápiát? Több ezer kutatást végeztek már ezzel kapcsolatban, és a következő területeken találtak ígéretes eredményeket. Például a sebek, sérülések, gyorsabb gyógyítása, a haj és szőrnövekedés serkentése,
az edzés utáni regeneráció serkentése, tobozmirigy kálcium lerakodásainak csökkentése, ráncok csökkentése, kollagén szintézis stimulálása, gyulladás csökkentés, fájdalomcsillapítás, keringés javítás, aztán bőrbetegségek, ekcéma, pikkelsömör, kiegészítő kezelése, vagy a férfi-női termékenységnél is érdekes lehet ez a módszer. Hogyan működik a vörösfényterápia? Ez ugye sokféle biológiai útvonalon is beavatkozik a vörösfényterápia. Két kulcs folyamat, talán az egyik az ATP termelés serkentése a mitokondriumokban, és ami szerintem kevésbé ismert, az a strukturált vízréteg növelése, amit a Gerard Pollack kutatásaiból ismerhetünk meg részletesebben. Ja, ugye a vörös fény viszonylag mélyre ható a bőrben, a közeli infravörös az még inkább, ezért el tudják érni a sejtek mitokondriumait és strukturált sejtvízrétegeket is. A vörös fény segítheti a kollagén szintézist, míg a közeli infravörös az még mélyebbre hatolva stimulálhatja a sebgyógyulást is a mélyebb szövetekben. Arról is vannak elméleti levezetések ezekben a kutatásokban, hogy az őssejtek működésével is beavatkozik a vörös fény, és elősegíti a regenerációt, továbbá a nitrogén-monoxid szint optimalizálásában is segíthet a vörös fény, ami aztán az energiatermelésben és a keringés javításban lehet hasznos. A legtöbb vörös fényterápiás LED panel 660 nanométer és a 850 nanométer körüli tartományban sugároz, kb. Fele-fele arányban tartalmaz ilyen ledeket. A legtöbb kutatás szerint ezek a leghatékonyabb hullámhosszok. Persze vannak készülékek, amelyek ennél is több tartományban sugároznak, ami kisebb extra előnnyel járhat még. Egy másfajta magyarázat szerint a vörös fény csillapítja, kiegyensúlyozza a kékfény stimuláló és szabad gyökképző hatásait. Ezért is problémás a mai modern világban a mesterséges fényekből érkező kékfény, mert nincs mellette a vörös, az infravörös, a számítógép telefonképernyőkből vagy a világításokból, szemben a természetes napfénnyel. Tehát a vörös fényterápia ezt is ellensúlyozza valamelyest. Érdemes tudni, hogy a napfény energiájának kicsit több mint a fele, 52-55% a infravörös, 42-43% a látható fény tartomány és kis része, de az is fontos, az a 3-5% a ultraviola fény. Ha a látható fény vörös részét is hozzáadjuk a infravöröshöz, a napfényből, akkor látható, hogy a napozás önmagában is egy komoly vörös fényterápiás eszköz. Kinek ajánlott vörös fényterápia? Én elsősorban azoknak javaslom, akik sok mesterséges fényel találkoznak a mindennapok során, és nem tudnak eleget kifenni a természetes napfényen. Továbbá a korábban említett tünetek kiegészítő kezelésére is hasznos lehet. És mikor érdemes vörös fényterápiázni? Hát igazából egész évben jó lehet, különösen télen, vagy bármikor, amikor sokat vagyunk bent, sok mesterséges fényel körülvéve. Ugye télen a hideg miatt kevesen szeretnek napozni. Viszont ha ilyen is az életvitelünk, tehát ha sokat vagyunk bent, akkor érdemes azon elgondolkodni, hogy hogyan tudunk több időt szakítani a napozásra hosszú távon. Ugye a vörös fények miatt is, meg amúgy is. Semmi sem helyettesíti teljes mértékben a napfényt, ezt szeretném hangsúlyozni. A télen így is úgy is, általánosságban relatív vörös fényhiányban és relatív kékfény többletben
éli a mindennapjait a modern ember. És ha a napszaka kérdés, hogy mikor vörös fényterápiázzunk a nap folyamán, akkor inkább a napkelte és a napnyugta között időszakban ajánlom, mivel a napfény vörös és infravörös fénye is ekkor érnek minket kint a szabadban. Akinél nem túl jó a napközbeni fénykörnyezet és csak reggel vagy este tudja megoldani a vörös fényterápiát, azoknak az is belefér, természetesen csak törekedjünk a nappali órákhoz közeli időpontokra, ne túl korán, ne túl késő. A cirkadián ritmus szempontjából a infravörössel sugározni magunkat inkább napközben jó, amikor fent van a nap. Hát este a túl sok infravörös is csökkentheti kismértékben a melatonin szintet, ezért este elalvás előtt már inkább ne használjuk a készülékeket. Mennyit érdemes használni ezeket az eszközöket? A vörös fényterápiás készülőket inkább csak kúraszerűen, így naponta egyszer, kétszer, háromszor, minimum 5 percig, de akár fel lehet minden 30 percig is. Igazából ez is egy mesterséges, specialista fényforrás, nem olyan, mint a nap, amihez a biológiák alkalmazkodott, de a kutatások, eddigi több ezer kutatás alapján úgy tűnik, hogy nincs különösen mellékhatása. És milyen előnyei és hátrányai vannak a vörös fényterápiának? Pozitívum, hogy aki kevés napfényt kap, az évben pótolhatja vele a vörös fényeket. Az is pozitívum, hogy nagyon egyszerű és praktikus otthoni használatra is, így télen is lehet akár az egész testet lámpáztatni, amikor ez kint igencsak nehézkes lenne. Aztán a negatívumairól is beszéljünk. Az egyik az a LED technológiából, hogyha ilyen a készülés, vagy a váltóáramból, természetéből eredő ilyen villogó hatás. Angolban ezt flickernek nevezik. Ez a villogó hatás, ez nem annyira jó a biológiáknak, viszont a vörös fény előnyei túlszárnyalhatják ezeket a hátrányokat. Hogy mennyire villognak ezek a ledek, azt igazából egy műszeres méréssel lehetne kideríteni, mert valamelyik készülékben jelentős ez a probléma, valamelyiknél meg szinte egyáltalán nem. Negatívum hozzásorolni talán még a készülékek árát is, mert nem a olcsóbb eszközöknek számítanak, viszont ez relatív, ha befektetésként tekintünk rá az egészségünkbe. És a mínusz oldalon, hogy semmi sem helyettesíti teljesen a napfényt. Van egy bónusz tippem is, hogy lehűtött bőrfelülettel még jobb lesz a fényelnyelés, tehát például hideg zuhany után, egy hidegvizes arcfürdő után eredményesebb lehet ez a vörös fényterápia. Összefoglalva, a vörös fényterápia már több évtizede használt módszer, és több ezer tudományos vizsgálat írja le a hatékonyságát. Többféle biológiai útvonalon is beavatkozhat a fényemelésre képes biomolekuláinkon keresztül. Elősegítheti az energiatermelést a mitokondriumokban, növelheti a sejtvíz réteget és a kollagén szintézist is fokozhatja. Továbbá a mesterséges kékfény többletet is ellensúlyozhatja valamelyest a modern világban. Én úgy gondolom, hogy egy hasznos biohacking eszköz lehet, ha valaki kevés napfénnyel és túl sok mesterséges fénnyel találkozik. Elősegítheti a sebgyógyulást, vagy az edzés utáni regenerációt és a videóban korábban említett tünetek meglétekor is hasznos kiegészítő terápia lehet. Ezúttal is szeretném kihangsúlyozni, hogy igyekezzünk úgy alakítani az életvitelünket, hogy legyen mód rá, hogy kapjunk természetes napfényből is elegendő vörös és infravörös fényt.
aztán ha vannak olyan időszakok, amikor az nem sikerül, akkor nyugodtan lehet használni ezeket a vörös fényterápiás eszközöket, vagy betegségek meglévő tünetek kiegészítő kezelésére szeretnénk használni, akkor is érdekes lehet. Köszönöm, hogy velem tartottál a videóban, remélem sikerült kicsit jobban eligazodni a vörös fényterápia módszereiben, és ha tetszett a videó, akkor nyomj egy lájkot, iratkozz fel a csatornámra, ha még nem tetted, mert jövök még kérdez felelek videókkal, és ha van tapasztalatod a vörös fényterápiás eszközökkel, akár pozitív, akár negatív, vagy semleges, akkor nyugodtan írd meg kommentben. Kívánok szuper jó egészséget és kellemes vörös, infravörös fotongyűjtögetést. Sziasztok!